érkeznek a csapatok 105 ezer néző elé az évszázad mérkőzésére. A News Chronicle címkézte fel is, hát többek közt az indokolta, hogy jó összekötő kapocs lehet. Majd Mortensen és Matthews között. Közben Puskás cselezgetés készíti le a labdát lövésre, aztán ő kapja vissza, Latos szépen zár be középre, Lantos a bal hátvéd pozíció. Gábor. Hidegkuti, most is egészen mélyen hát. Puskásnak adja vissza a labdát, és tőle kapja meg Hidegkuti ő. De. Volt élen haza este. De ezt még fel lehetett venni, ilyenkor megfoghatták egészen 92-ig a kapusok a hazadás után a labdát. Kocsis fejlére nagyszerűen a labdát. Budai kettő érkezik, Kocsis, Robest megelőzően. 17-szer szerepelt az angol amatőr válogatottban. Budai kettő indít, és Cibor tűnik fel a jobb oldalon, nem először. Mérkőzés folyamán Puskás, egy kaprázatos, egy sokat látott csel. Akarták ennek a kockázatát felvállalni. Pedig azt nem lehet át. Itt a nőd nálunk. Különösképpen képességbeli hiányosságok adódtak volna. Budai kettő. És miután megint színes a kép, érdemes figyelni, Budai kettő, aztán Kocsis fej. El tovább, Puskás, egy-két emelés, és aztán Hidegkuti a gólszer, szatosan belül, és leszedi az ellenfél. Lábáról a labdát, aztán már indul a magyar ellentámadás, Kocsis tartja meg. Puskás, hiába csúsznak oda neki, Remszit cselezte ki. Cibor! Tökéletes átadás, Budai. Még így is jó, Puskás! És most véget vett a mérkőzésnek, az évszázad mérkőzésének Leo Horn. A magyar válogatott 4-2-es félidő után a sporták bölcsőjében, Angliában győzi le az angol válogatottat 6-3-ra, elképesztő sikert aratva.